Évek óta hatalmas gondot okoz a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen tapasztalható szinte mindennapos torlódás. Most a szerb oldalt teljesen felújítják és kibővítik. Az erről szóló szerződést a szerb építésügyi miniszter, a köztársasági vagyonkezelési ügynökség képviselője és a belgrádi székhelyű Jadrán Kft. Igazgatója látta el kézjegyével. A szerződés aláírást követően a kivitelezőnek most egy hónap áll a rendelkezésére, hogy a kivitelezési tervet elkészítse, és ezt követően kezdődhetnek majd el a konkrét építési és felújítási munkálatok. A szerbiai határátkelő bővítése magába foglalja a kilépő oldalon a teherforgalmi sávok bővítését plusz két sávval és egy új teherforgalmi terminállal, az átkelőhelyek útburkolatának felújítását, sőt a határellenőrző szervek részére a fülkék cseréjét is. Január hónap végén, illetve február hónap elején várható, hogy az építkezés megkezdődik a határátkelőn, ami a teljes forgalom átszervezésével fog történni. Az építkezés, illetve a felújításnak a vége, az pedig 19 hónap múlva várható. Az elektronikai kijelzőrendszereket is felújítják. A határ ki- és belépő oldalán két-két teherforgalmi és autóbuszok számára biztosított sáv, egy speciális méretű járművek részére kialakított sáv, valamint 8 sáv lesz a gépkocsi forgalom számára a jövőben. Az építkezésnek 12 fázisa lesz. Prva fáza će biti projektovanje, zatim slede građevinski radovi, radovi na niskogradnji, elektromašinski radovi, kao i ozelenjavanje zelenih površina. A Szerbia és Magyarország között funkcióban lévő 9 határátkelő közül a Horgos-Röszke autópálya átkelő a legfrekventáltabb. Évente 6 millió 600 ezer ember kell át, 1 millió 300 ezer személyautó megy át mindkét irányban, valamint több mint 300 ezer kamion és mintegy 30 ezer autóbusz. Pásztor István szerint szükség van a meglévő infrastruktúra karbantartására és felújítására. A gyors áthaladáshoz mindkét fél munkájára szükség van. A tartományi képviselőház elnöke szerint a magyar oldalon megvannak a megfelelő műszaki adottságok. Fontos volna egyrésztről az ügyintézésnek a harmonizálása, másrésztről pedig az ügyintézésnek a fölgyorsítása, függetlenül attól, hogy tudom, hogy itt elsősorban a migrációs helyzet és egyéb más okoknál fogva, és azért, mert ez a schengeni határ, ez egy külön eljárást igényel, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezen a téren is van mit tenni. A határátkelő bővítése a befektetési vonzerő növekedését eredményezheti. Szabadka, Magyar-Kanizsa és az egész Tiszamente térségében hangzott el az eseményen. Proširuje se granični prelaz, proširuje se za 4 trake ukupno, 2 za putnički, 2 za teretni saobraćaj, potpuno se modernizuje ovaj granični prelaz i očekujemo da će to značajno ubrzati promet ljudi i roba. Naravno, vi znate da je naša politika, odnosno da je u fokusu naše politike slobodan protok ljudi i roba i ovo je maksimum koji mi u ovom trenutku možemo da uradimo kako bismo omogućili brži prolazak kroz ovaj granični prelaz. Az építésügyi miniszter kiemelte, a szerb kormány és a tartományi vezetés közreműködésének köszönhetően jelentős vasúti és közúti fejlesztések zajlanak Vajdaság szerte, valamint Szerbia és Magyarország között.